Árt, ha ezen a hang, rá, például erre hangolódunk, azáltal maga az Atya és a Sunyára hangolódunk. Purusa Árta Sunyánam, Gunánam Pratipraszava Kélgalja, Svarupa Pratistá Vácsit és Saktyuriti. Ez a jogának a legfelsőbb foka. Mert hogyha abban a helyzetben jutunk el, hogy én és az Atya egy vagyunk, ugye Jézus is ezt hangsúlyozza a Bibliába, ott vagyunk, annak a mélyén ott van ez a sunya üresség, amit suméroknál hogy hívtak? Ugye Apsú, aki sumérológiát tanult, Közép-Amerikában meg aznak hívták. A magyar nyelvben is ugye ott van, hogy az, és akkor az asztal, valami külső. Hát erről megint sokat lehetne beszélni. De még egyszer mondom, ne felejtsük el, mert ezt a kultúrába kihagyták. Nyilván Sumériában nem, ugye Indiában, Tibetben szintén nem, főleg buddhizmus nagyon hangsúlyozza, mint nirvána, ami ugye itt van, meg itt a szélén. De itt valahogy ez elhanyagolódott, hogyha erre nem figyelünk, hanem mondjuk ide tesszük ezt a központot ide, és ez forog, tehát dinamikus, akkor mi van egy ilyen kerékkel, ha itt lenne a központ? Mit csinál? Zötyög, ugye? Most ez a baj, hogyha atya, vagy fiú, vagy valami elemek, vagy éppen a depresszióba hagyjuk, zötyög az életünk. Akkor nem megy se anyagi, se szellemi szinten, de ha ide tesszük, akkor szépen mint egy kerék forog. Próbáljuk ki, működik. Ezt olyan szinten szoktam mondani, ha már semmi gondolatunk nincs, hogy miért nem tudjuk kifizetni, vagy hogy tudjuk kifizetni a számlát, még nagyot is, semmit se csináljunk, kicsit hangolódjunk el a középpontra, higgyük el, ki fogjuk tudni fizetni a számlát, vagy a tartozást. Ez garantálom, akinek nem ez van, és állapodszok, hogy jöjjön el hozzám. Van egy asszociáció az alfa. Igen. Van egy a jézusi mondás, hogy én vagyok az alfa és az omega. Ez meg az A-tól az Z-ig. Így van. Igen. Az ugyanez. Ő a forrás, az a középpont, akkor meg visszamegyek, meg az a vég is. Ebből jön ki minden, még az atya is. Hát ugye itt az Istent nem mondják, de hát ha már ilyen jött, hogy alfa, omega, az úgy képzeljük el, ha mondjuk egyszerűen, mondjuk számokban mondom, nulla, az Isten a 0,5, az Atya az 1. Aztán induljunk el, ez egy javaslat, ez kb. Így van sorrendben. De mondhatom úgy is, hogy középpont Szentlélek, utána, hát ott van, nincs ábrázoló, de van az Úristen, hát ha már ilyen szóba jött. Ott még van egy szint, a 0,5-nél ott is van egy férfi oldal, az Úr, és van az Isten, az a női oldal, és utána egyen lejjebb, hogy egy, meg a minden egy, gondolom, hogy már sokan ezt tapasztalták, mikor elmennek még meditációba, és minden egy. Ugye? Az az Atya. Aztán utána jön a többi, boldog asszonynak fiú. Na, itt láthatjuk a... Ez van rajta ezen a korongon, itt kiírtam, A betű, L betű, Elipszilon, Aj. Hát ugye oda is tartozik, ide hogy értelmező teljesen beletartozik abba a sorba, itt ki is írtam, hogy jobban látszok, kitisztáztam, és itt van a földön kívüliek által használt ABC, amit Erdélyben ugye az az űrhajó tett le. Fölfedezzük a jeleket ebbe az ABC-be? Ezt Izsáki nevezte el idegen, én nem mondom, hogy idegen. Hát ez nem idegen, Sirius-i. Hát ugyan itt a Földön életet, ugye az urali aranynemezek szerint, ugyanúgy a Kátes asszony teremtett itt életet, kétfajta embert, mint a Siriusban. Nem idegenek, testvérek. Hogy mondják a Siriusnak a negyedik bolygóját, hogy hívják? Arvisúra. Hát az régen a urali aranynemezekben hogy nevezték? Testvérbolygó. Tehát az Izsáki nem tudott erről, azt mondta, hogy idegen című, nem idegen. Testvérbolygó, annyira testvérbolygó, hogy most mindegy, ezt kijelentem, a jelenlegi gazdasági, politikai folyamatokat, de spirituális is, nagy részben jelenleg onnan irányítanak, kőkeményen. Kőkeményen. Tehát ott nem egyeznek valamivel be, akkor itt egy mondjuk trilliomos, jó pár ilyennel találkoztam, jelenleg is dollárba, az nem utalgat pénzt. De a politikus se csinál azt, amit akar. Ez kőkemény irányítás megvan, tehát a nyakig benne vagyok, ez garantálom, erről ennyi elég, járjon mindenki utána. Tehát nem idegen, testvérbolygó. Nézzük meg az írásukat, itt az L-Y, itt az L, és ott az A.
Hát most csak kérdést teszek fel, hogy lehet az, hogy ez egy Kárpát-medencébe talált, több mint 10 000 éves régészeti leleten ugyanezt az írást használják. Akkor lehet az, hogy amit az urali lemezekben írnak, hogy hát ugye jöttek Sirius-szal ide a földre, ezt írják, amit akár magyar kultúra, hát tekinthetünk most már, hogy ide jöttek, és épp a Kárpát-medencébe 500 000 évvel ezelőtt, mert ezt írják, egy nagy kultúrát hoztak létre. Lehet ez? Hát hogy lehet az, hogy a 70-es években letett földön kívül aranylemezeken ugyanazt az írást használják, mint a Kárpát-medencébe több mint 10 000 évvel ezelőtt? Sirius-iak nem reptiliánok, és nem. Ők inkább emberek, többféle ember van. Kicsit más, de náluk nincs probléma. Ők feloldották ezt az ellentétet épp az ilyen tudás alapján. Hát van olyan is, ez egy bonyolult, akkor el kell menni másfelé. Itt, ahogy az elején említettem, talán itt volt. Sok probléma is volt, kozmikus háború is keletkezett, de föl lehet oldani ezen tudás alapján, azért mondom, ezt jegyezzük meg, akkor nincs probléma a reptiliánokkal. Meg azért bocsánat, itt templomot építettek Nagy Boldog asszonynak. És ha már erről tartok előadást, mert máshol is tartatnék, de most maradjuk a két aranylemez sorozatnál. Az uradja aranylemezbe, amit most Ardis úrának hívnak, és kevesen tudják sajnos, ott ugye az van, hogy igazszólás, azt jelenti, nem. Ők az a Sirius rendszer negyedik bolygója, magukat így hívják, az az Arvis úra nevezeti bolygó. Azért Arvis úr az Arvis úra. Na most onnan jöttek anyahitájék, ugye ezek a templomok, még mindig vannak a negyed templomok. Na most az elején mutattam, talán emlékszük arra, az a homokóra hadszög, és mutattam rá két lényeg, hogy ezek dínók, reptiliánok, a másik meg ember, szomszédok. Reptiliánok ott a tüzelem mentén van, ezért értelmesebbek, egy kicsit agresszívabbak is. De ha behozzuk ezt a tudást, még egyszer mondom, ez az egész feloldható. Tehát se a Földön, se a kozmoszban nem kell, hogy háború legyen. Ezt mostani vízöntő korszakban meg lehet csinálni. Tehát nem kell magunkat elidegenedteni egyik fajtól sem, hisz látjuk, hogy ugyanaz az alapja. Ugyanaz az alapja. Ezt néha a reptiliánoknak meg kell magyarázni, higgyük el, megértik, ezt gyakorlatból mondom. Tehát az olyan, olyan emberek, akik emberi testük van, de a reptiliánok vannak bent, oké, agresszívebbek, intelligensebbek, tüzesebbek, mint az ember, politikát súlyosan befolyásolják, gazdaságot, de szót lehet velük érteni. Higgy el, gyakorlatból beszélek. Állami szinten is, titkosszolgálati szót szinten is. Úgyhogy, mint a kis angyal, ha úgy kezeljük őket, úgy kell velük beszélni, akkor még segítenek is, nem háború kell. Nem. Persze ez csak úgy megy, ha megvan ez a mély tudás. És mi lepődött meg Pósa is? Sokan ismerik, hogy az urali aranylemezet, én innen vezem, ami végül is az Arvis úra. A Pósa, akit Anonymusnak hívunk, ugye mostanság, ha meglepődött az, hogy olyan ordoszi rovásokat ismer, hogy olyan orvosi rovásokat olvas, amiben az van, hogy mi a Magyar Törzsszövetségnek a feladata. Hogy akkor 1200-as években írja, hogy 800 év múlva ennek a törzsszövetségnek kell bevezetni az öldöklésmentes, háborúmentes életet a Földön. Hát akkor kérem, menjünk ilyen irányba, én garantálom egy tanú, meg lehet ezt csinálni a gyakorlatban, politikai szinten is, hogy elkezdeni ezt, hisz maga Pósa is, tehát a Anonymus is meglepődött, hogy az ordoszi tanács, aki Sirius-iakkal közvetlenül tartotta a kapcsolatot. Arvis úr nem írja, de higgyük el, ott mindig csak annyit ír, hogy beavatott, de hogy mit tudnak, azt igazán nem tudjuk. Hát én állítom azt, hogy simán tudták a materializációt. Jézus azért tudott hány embert, 5000-et ellátni, hány kenyérrel. Ő tudta a materializációt, azt ordoszba tanulta. Ők ilyenek voltak. És ők írták azt, hogy a halak korszakában, amikor a Anonymus élt, akkor nem lehetett ezt megcsinálni. De most, ahol már nagyon erős a vízöntő hatás, és azt, milyen határidőt szabtak, milyen emberek voltak, hogy 800 években gondolkoztak. És azt mondták, hogy nektek a Magyar Törzsszövetségnek kell, minimum az a végső határ 800 év múlva, de előbb is lehet.
Belül vagyunk, ha elkezdjük számolni, mikor élt a Nonébusz, 1220, vagy hogy volt? Ki tudja itt, biztos vannak itt a kész jobban, ugye? Hát számoljunk. Emberöltőben mondták, azért nehéz számolni, mert ez nem is tudom hány, már mennyi emberöltőt mondtak. Tehát nem tudjuk, mennyi az emberöltő, azért az változott. Hát hosszabbodott az ember élet. De körülbelül most már az az idő van, hogy ezt meg lehet csinálni. De ha nem tudjuk ezt a mélyebb tudást, ezeket a ellentéteket nem tudjuk feloldani, akkor kell a háború meggyilkulás sajnos. Mindjárt egy gyakorlatban beszélek ebből szempontból is. A mai világunkat, Magyarország történetet jelenleg is érinti. Hát ugye itt kiírtam, ezt mondom, egy eltérés van, hogy ellipszilont írt a kié helyett. Akkor ugye ez az, ahol rovásírást használnak, hát nem fordítom, egy kicsit szálljunk rá egy percet, ellenőrizgessük, igaz lehet a szöveg? Nézzük meg a betűket, te, nézzük meg máshol a T betűt, E betűt, összeáll a szöveg? Tudjuk ezt más nyelven értelmezni, mint magyar? Zsákinak persze könnyű dolga volt, mert már ismert egyet a, hogy menjek, ezért fura neve van, a Kaja ura, milyen barlang, ott ugyanilyen rovásírást hagytak, és azt már megfejtették Izsákat a leszállás előtt, az szintén magyarul van, nem tudom, miért benne van ebben az előadásban, és tulajdonképpen azt használta fel Izsákit, tehát ő könnyen megfejtette a szöveget. Két nap visszeszei, hát az ugye a Sirius A, Sirius B. Vicces, ezt nem értjük, ez embert jelent. Bár hát vicces, az még van, ugye használjuk most is. De az embereknek üzenét, hát azért vannak itt nem emberek is. Jó, ezt nem megyek tovább. Hát itt van az, amiről beszéltem. Az urali aranylemezeken biztos sok előadás volt már itt. 50 tömény, az ugye hát a harcosok tudják. Egy tömény az 10 000 ember. 50 tömény, akkor az 500 000 év. Ide jöttek a Kárpát-medencébe. Itt jött létre egy globális kultúra először. A romok, amit látunk a Pilisbe, még megvan jégkorszak előttről, ugye azt ők építették, ez a kultúra. Azt kit, azt a vaskunok, mi volt az égkőúr várad, vagy mi volt az ilyen? Azt a vaskunok építették, ugye? Egyébként. Tehát Velence is itálai, és azért magyar korona, hát nem gyarmatváros. Ott is vaskunok építették, azokat a romokat, amin azok a falábokon állnak a mostani házak, ugye? Az is vaskum volt, ez csak úgy zárója be. Hát itt van az a bizonyos, ezt talán többen ismerik, máshonnan egy visszavándorlási útvonal, tehát itt lehet magyarázni. Mert ugye az a lelet az a Kárpát-medencébe volt, de igazán amikor a magyar nyelv, vagy hát ez a szíriuszi nyelv, vagy hun nyelv elterjedt a földön, az ez az időszak volt, ez már későbbi. Ezen a földrészen, amit hát egyesek munak neveznek, magukat röviden Ataisznak nevezték, hosszabb elnevezés, ez volt a hivatalos elnevezés, Ata, Ízisz angolosan, mindegy. Ennek az anyanyelve volt a magyar, ugye? Ezt már gondolom sokan tudják. És ugyanúgy, ahogy most Angliából, arról a kis szigetről elterjedt az angol nyelv, nagyon sok helyen, Észak-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália, itt sokkal jobban történt ez, hisz az angoloknak csak pár száz év állt rendelkezésükre, és elterjedt a nyelvük. Itt több ezer év volt, és itt teljesen magyarul beszéltek akkor az egész földön. Mondják azt, hogy csak gyarmatokon, meg ilyesmi, nem. Mindenhol, hisz még Kína alapításkor is, a Wuti, vagy Wudi. Egy olyan valakit tudom, aki azt állítja, hogy az ősei építették a Sejemutat. Ő még fél lábon állva tanulta a történelmet családi hagyomány alapján, hát sokan ismerik, talán életben is találkoztak vele, Karaul. Ő mondta nekem, hogy hát a Wudi Kína alapítója, neki még az anyanyelve a magyar volt, vagy hun. Kudottuk kínaiul is persze. Tehát ez még a Kína alapítása, tehát Wudi idejében az időszámításuk előtt olyan 200-as évek, akkor még a hivatalos nyelv, hát még nem volt egészen Kína, de akkor még mindig ez a nyelv volt, a hivatalos nyelv, hivatalnak meg kellett tanulni. Ez volt az, amire ez a korszak alapján állítja a Biblia is, meg a szanszkrit tudósok, én elég jól tanultam,
Ők is tudják azt, hogy volt egy globális nyelv, Biblia is említi, ez pedig az, amit most hallunk. Ugye? Értjük is, nem tudom beszélni. Most nézzük meg, hogy ez egy egységes kultúra lehetett, hiszen itt van az első kínai pénzérme. Megint azt mondhatom, amit a Sumér pecsétel, hát ha egy pénzre ráteszik, oda mindig a nagyon jelentős, a kultúrát megalapozó szimbólumokat teszik. Hát nézzük, mit tesznek oda. Fontos volt nekik? Fontos. Emlékezzünk vissza az első aranylemezre. Ebből jön a genetikáink, minden anyag, stb. Ez azért érdekes, ezt jeljezzük meg, mert földön kívüli aranylemezen, majd mutatom, szintén rajt van. Ezt még már magyarázgattam, ezt fölfoghatjuk egy szimbolikus menórának is, csak egy-két oldalon. Hát ez azért fontos az az igazság, mert azért tettem a könyvem elejére is, mert ezt nem említettem, amikor ezt magyaráztam a borítót, hogy amikor leszállt ez az Erdélybe ez az űrhajó, hát ugye egy ilyen ezüstösen csillogó kék szkafander volt rajtuk sok oldalzsebben, viszont a hátán ennek a ruhának az a jel volt, az a menóra-szerű, csak lefele is, meg fölfele is. Ez is körülbelül azt szimbolizálja, csak nem tudták nyilván azt a hárma, nem férne ide, ez szimbolikusan. Ugyanúgy, ahogy láttuk a szkíta pecséten, a sárkány csak egy ilyen kanyaros vonallal. Na itt láthatjuk, ez viszont földön kívül a Sirius aranylemezről van. Ha nézzük, előtte viszont ott a kínai pénzérme. Hogy lehet az, hogy ők is ugyanazt használják, olvassuk el, mi van oda írva. Én most nem sokára befejezem, azért mert már érzem egyrészt, hogy fárad a közönség, másrészt legyenek kiértések. Még itt ezt, hogy egy kis másik jelet is mutassak azért, hogy ez egy teljesen, tehát a urali aranylemez, ez azt írja, hogy a Földön ez az alapkultúra, amit most vissza kéne hozni. És ez a Földön kívüli kultúra, a társbolygón kultúrája, az Arvisúra, Sirius rendszer negyedik bolygója, az ugyanaz. Hát nézzük a pénzérmén, ott van, látjuk, ahol ez a mutató. Ugye? Ott van központi helyen. Hát ha most belemegyünk, ugye ez Mars, az a tudatosság, induljunk el innen, ez Uranus. Ha ilyenbe teszi, az azt jelenti, hogy ezt vizsgáljuk, ez fontos most. De egyébként is fontos. Vegyük be ezt a hatást, akkor kapunk egy ilyen spontán felvilágosodást, megvilágosodást, hiszen ahogy jönnek be az Uranus hatások, hát úgy is nevezik, felvilágosodás korszakában jött már be a uránikus hatás, tehát ez hozza. És vegyük hozzá, ugye vízöntől, de főleg fontos, ez a Jupiter. Ugye hát a vízöntőnek mondjuk, így szokták mondani egyszerűen, hogy az Uranus a bolygója, de aki ezoterikus asztrológiával is foglalkozik, ezt Tibetben nagyon szépen részletesen leszokták inni, a vízöntőnek az ezoterikus folyamatait viszont a Jupiter határozza meg. És ha ezt összetesszük, akkor válhatunk kozmikus emberré, az a kozmikus tudatosságú embernek a jele. Tehát kérem szépen, itt van egy jó kis program, váljon mindenki, főleg a magyar ötösszövetség szellemisége és tartozó tudatossághoz tartozó embernek ez fontos lenne, hogy a kozmikus tudatosságot hozza létre, erre törekedjen, ettől lesz igazán az az igazi, hát ha már nagyon akarjuk, hogy tudás népe vagy valami, de nem kell nagyon ilyeneket emlégetni. Mindenki, az előnyös mindenkinek individuálisan, hogy kozmikus tudatosságban él. Sokkal jobban érzi magát, más dolgok jön neki, materiális szinten, pszichológiai szinten. Ugyanez szellemi és ugyanez materiális értelemű. Egyik irány, másik irányba is ezt így tessék, kérem szépen megvalósítani. Egy jó program, legalábbis aki fölveszi, tudom javasolni. Van valaki, aki rá is vésette a combjára ezt, amire tetszett egy srác, aki, hogy ez neki egy életprogram. Itt láthatjuk ugyanúgy az alapján, atyajele ott a dogonajtókon, ezt csak azért még ide teszem, ezt lehet, hogy bele is fejezem. Mert ők mit mondtak, azért csak, hogy vannak itt bizonyítékok. Azt mondtam, ott emlékszünk az első aranylemezre, azt mondtam, hogy azok ott CET. Hát a dogon azt mondja, dogon legenda, hogy őket egy CET tanította. Jött egy űrhajó, árkotások, vizet bocsátott bele, kicsúszott egy hal, és ő az ő tanító mesterük. Tessék, ez máig oda, meg lehet nézni, oda lehet menni. Észak-Afrika, és megnézni. Tehát azért, hát akinek van szeme, hát megint csak lásson, hát azért nézzük meg, hogy áll a farka, hol van a szeme, meg a víz. Ez meg itt mi lehet?
Ugye nem mondok tovább, tehát nem hal, cent. És mit mondtam az elején, hogy Siriuson nagyon hosszú ideig élő, gyakorlatilag szinte halhatatlan testük van, mert ezen test alapján meg tudják újítani magunkat. Ott nagyon magas tudatosságú intelligencia lények élnek, és a mi történetünket is befolyásolja, hisz ezek a lények olyan lények, hogy ott is teremtettek emberiséget, ha akarnak, itt is teremtenek. Elméjükkel ők már olyan szinten vannak, és befolyásolják ő is a életünket, csak hát egyelőre nem veszük észre. Sokan, de sokan persze észreveszik. Hát én is kommunikálok ilyen halakkal, hát atya úristen, hát próbáljuk meg, nagyon könnyen lehet, ha olyanok vagyunk, megvan a jellemünk, a megfelelő hozzáállás, tanítani fognak minket, de készüljünk fel, akkor kiesünk a mindennapi életből, mert olyan mély. Most a dogonok, hát nem is látták annak az időben, amikor ezeket rajzolták, barlangrajzó, ugye azt hiszem, barlangrajzó van, némelyik kövön, némelyik barlang. Hát nézzük meg a tudománya, hogy rajzolja a Sirius A, Sirius B a keringését, a Sirius A körül hogy kering a Sirius B. Hát ha nagyon hasonló, nézzük meg, majdnem ugyanazon a helyen. Amikor nem is lehetett látni szabad szemmel, hát elképzelhető az, hogy ők, ahogy állítják, tényleg egy hal tanít, oh, bocsánat, cett tanította őket. Hát ez egy kérdés, mindenki válaszolja meg. Itt szintén barlangrajz, és nézzük meg, hogy ők hogy ábrázolták Siriusát, Sirius B, és nézzük meg egy mai fényképet tudományos eszközökkel. Atya jele, hát itt a kopjafa, az gyorsan végül. És mi van még itt? Kéne, hogy itt van megint ugye Atya Isten, nagy boldog asszony, fiú. A fiú miért fontos? Azért azt ide teszem. Hozzuk át a vízöntőbe, én azt javaslom a keresztet. Persze teljesen más formában. Tehát nem kell vallás hozzá semmi. Na, meglátjuk, milyen forma fönn kéne tartani. Ez a fiú védi az emberiséget, és megújítja mindig az örök alapelvek alapján. Tehát ha vízöntő korszak jön, akkor olyan formában újítja meg ezt az erőt. Gyógyító erő is, védelmező erő is, nagy bodogasszony együtt működik. Úgy is nevezhetünk, ha most átmegyek pszichológiába, ilyen dimenzióba, ezek archeotípusok. De mit mondanak az archeotípusokról? Meghatározó erő, felfedezték a pszichológusok. Egy ismerősöm épp nem régen végzett a Kaliforniai Egyetemben, Los Angelesben, és írt egy disszertációt az archeotípusokról, és hát végigolvastam, olyan meghatározó erők, hogy egy individuum semmit nem tud tenni ellenük, de egy társadalom sem. Kikutatták. Ők ilyenek. Ott van. Mindegy, hogy azt mondjuk, hogy belül van valami sikon, vagy kívül, bárhogy képzelhetjük, hogy mind a kettő. Meghatározó erők. Olyan meghatározó erő, mint nem tudom, ez a fal. Most én erőlködhetek, hogy most én itt akarok kimenni. Hát, mit csinál a fejem? Összetörik. Összhangban éljünk ezekkel az elvekkel, és akkor én ott megyek ki, nem akarok minden áron itt. Ebből jönnek a betegségek, meg minden, hogy neki megyünk ezeknek az elveknek. Például a rák. Amint visszatérünk ezekhez, rögtön visszarendezi a rákot, körülbelül egy fél perc alatt. Komolyan mondom. A rák egyébként az egyik legegyszerűbb gyógyítható betegség, könnyebben lehet gyógyítani, mint egy influenzát. Ha elindulnak ementén, gyakorlatban beszélek. Nagyon sokszor rákosokat gyógyítottam régen, hát most is még elvárok egy-két esetet.